Újabb ingyenes tanfolyamot szervez a Tolna megyei kormányhivatal, Bonyhád járási hivatal foglalkoztatási osztálya. Az oktatásra az alacsony képzettségű és a közfoglalkoztatott álláskeresők jelentkezhetnek. A felnőtt képzés megváltozásával azonban ez is másképp alakul majd. 2021. január 1-jét követően a foglalkoztatási osztályon szervezett képzések egy-egy részszakma megszerzésére irányulnak. Ezekhez a változásokhoz igazodva hirdetjük meg képzéseinket, a bolti előkészítő és pénztáros tanfolyamokat. A képzések lebonyolítását itt helyben, Bonyhádon tervezzük, tehát a tanfolyamon résztvevőknek a képző intézmény az elméleti oktatást és a gyakorlati képzést is itt helyben fogja biztosítani. Terveink szerint és megfelelő számú jelentkezés esetén még ebben a hónapban, azaz júniusban elkezdődhetnek a képzések. Számos plusz előnnyel is jár, ha valaki tanulásra adja a fejét. Első és legfontosabb, hogy a képzés a résztvevők számára teljesen ingyenes. Tehát a képzési támogatás a tanfolyami díjat és a záróvizsga költségét is magába foglalja. Költségmentes a képzést megelőző orvosi vizsgálaton való részvétel is. A tanfolyam a résztvevők számára a képzési támogatást is megállapítunk, ami ezen program esetén a közfoglalkoztatási programban történő belépést jelenti, azaz, mint közfoglalkoztatott, de egyben tanfolyami résztvevő közfoglalkoztatási minimálbért, azaz havi nettó 56.525 forint munkabért visz haza. Harmadik támogatási elem az utazási költség megtérítése azok számára, akik a vidéki településekről jelentkeznek a képzésekre. A képzésről tudni kell, hogy ezek intenzív tanfolyamok, azaz a hallgatók heti 5 napot, hétfőtől péntekig, napi 6 órában vesznek részt az oktatásban. A képzés időtartamát 340 órában határozták meg, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2 hónapra kell csak visszaülni az iskolapadba. Azonban, ha nem jelennek meg a jelentkezők a tanfolyami órákon, akkor elveszíthetik az említett több mint 56.000 forintos támogatást. További képzéseket is szervezünk, mint például szakácssegéd, állatgondozó és fémipari gyártás előkészítő. Ezek a tanfolyamok Szekszárdon kerülnek megrendezésre, de nagyon fontos, hogy a bonyhádi ügyfelek számára is nyitottak, tehát ugyanúgy jelentkezhetnek, mint a helyi képzéseinkre, és természetesen az utazási költség itt is 100%-ban megtérítésre kerül. A képzésekkel kapcsolatban a kormányhivatal közösségi oldalán is találnak az érdeklődők tájékoztatást, de fontos, hogy jelentkezni csak személyesen, a lakhelyhez tartozó foglalkoztatási osztályon lehet.